Hétköznapok. Keresztény szempontok, értékrend, világnézet. Világnézetek a Biblia tükrében, folytatódik a sorozat. Köszöntök mindenkit, ez itt a hatodik rész, a mikrofonnál Fekete Ritát halljátok. Felvilágosodás és humanizmus a témánk. Az elmúlt részben meghallgattuk Szépe Kingát, magyar és filozófia szakos tanárt arról, hogy mi is volt a felvilágosodás, illetve a humanizmus, és most valóban a Biblia tükrében szeretnénk megvizsgálni ezt a témát. Köszöntöm itt a vonalban Súrjányi Csabát, a hídgyülekezete lelkészét. Szervusz! Szervusz Rita, üdvözöllek, hallgatókat is üdvözlöm. Ugye megbeszéltük a Kingával múltkor már azt, hogy a humanizmust, ha most nagyon le akarjuk kicsit szűkíteni, akkor azt mondhatjuk, hogy az ember került mindennek a közepébe, minden dolognak mértéke az ember, talán ezt a protagoraszi idézetet nagyon sokan hallották már, vagy legalább tanulták az iskolában, és hát ezzel szemben kérdezném én meg azt, hogy a Biblia mit tanít az emberről? Hát mennyi idő van, mert ezt olyan 3-4 év alatt tudnám körülbelül elmondani, tehát röviden összegezve a dolgokat. A Teremtés könyvéből az derül ki, hogy Isten maga képére, hasonlatosságára teremtette az embert, és ezzel rendkívüli módon felemelte és felértékelte az embernek a létezését és egyúttal küldetését is. Kicsit titokzatos és rejtélyes, nem mondja ki szájbarágóan a Biblia, hogy vajon miért alkotott Isten embert, de a sorok közt olvasva azért elképesztő igazságokra tudunk rábukkanni. Talán elsősorban a 8. Zsoltár lehetne a humanizmusnak a himnusza, hiszen a humanizmus eszményét nem emberek találták ki, hanem Isten az, aki szerette az embert már a létezése előtt is, terveket készített az emberrel cél irányosan, és a terveinek megfelelően alkotta meg, és helyezte bele az embert a világba, és munkatársának alkotta meg azért, hogy egyrészt közösségben legyen vele, másrészt, hogy az ember a Istennek való engedelmesség és az Isten szolgálata által egy rendkívüli magasságba emelkedjen fel, előre tekerve gyorsan a gondolatokat, tehát azzal kezdődik a Biblia, hogy Isten az embert megteremti, megalkotja maga képére. Tudjuk azt, hogy közben az ember elbukott, de azért jött el a Messiás, hogy visszaállítsa az embert az eredeti állapotába, és azzal fejeződik be a bibliai kinyilatkoztatás, hogy a Messiás egy házassághoz hasonló, arra emlékeztető örök szövetséget köt az emberrel, pontosabban az egy emberiségnek egy kiválasztott csoportjával, az ekklésziával, és mint mennyasszonyt maga mellé veszi társ uralkodóként, a többi része pedig az emberiségnek, az, akik egyáltalán megmaradtak Isten mellett hűségesen, elképesztő magas életszínvonalon és magas boldogsági szinten fognak élni örökké. Tehát Isten az embernek a legnagyobb jótevője, mondhatnánk, hogy a legnagyobb humanista, és nagyon nagy problémát okozott az emberiség történelmében, amikor a humanizmust ettől a céltól elválasztották, és pont Istennel szembeni fegyverként kezdték kezelni. Így van, és ugye most az is a célunk, hogy a világnézetekbe egy picit bepillantást nyerjünk, azért, hogy a keresztényé vált emberek le tudják úgymond ezeket leplezni saját magukban is, és ahogy Kinga is említette, a humanizmus eleinte Isten létezését még nem is tagadta, elfogadta, mint egy kvázi teremtőt, csak mint aki kivonult a világból ebben a korszakban, ez volt a feltételezés, és hát a humanizmus, ahogy megszabadult úgymond Istentől, utána kezdett olyan negatívvá válni, hogy te is említetted, hogy az már káros vagy terhes akár egy keresztény ember számára. Mit lehet elmondani? Feltettünk egy ilyen kérdést a hallgatók számára, hogy lehet egy keresztény humanista? Most ugye egy picit árnyaljuk a humanizmusnak ezt a fogalmát, akkor te erről mit tudsz mondani? Hát, ha Isten humanista, akkor a keresztényeknek is humanistának kell lenni, csak a definíciót kellene tisztázni, hogy mit értünk humanistán. Tehát ha azt értjük humanistának, hogy az embernek az eredeti
küldetését és értékét kell figyelembe venni, és például így kell viszonyulnunk egymáshoz, hogy a másik személy nem féreg, nem ökör, nem disznó, stb. Milyen jelzőket szoktak az emberek egymásra aggatni, és nem eltaposásra szolgáló lény a természetnek a tévedése, hanem minden ember akármilyen erkölcsi állapotban van, akármilyen magatartást folytat, akkor is az Isten teremtménye, akkor is hordozza az Isten képmását, lehet, hogy ezt jól titkolja, és nem sok látszik belőle, de akkor is úgy kell hozzáállnunk egymáshoz, hogy nem uralkodhatunk egymás fölött, nem nyomhatjuk el egymást, hanem tiszteletben kell tartani, hogy itt a Földön mindenki csak vendég, ez a bolygó Istené, és ő szabta meg itt a törvényeket, és minden embernek a léte mögött ott van Isten, és ezért nem gázolhatok át a másik emberen, hanem tiszteletben kell tartanom az Istennek az embertársammal kapcsolatos tervét és akaratát. Tehát ez körülbelül így Dióhéjban felületesen a bibliai humanizmusnak a értelme, vagy a tartalma, és ilyen értelemben lehet, sőt kell, hogy egy biblia hívő keresztény humanista legyen. De ha humanizmuson azt értjük, amit a Lucifer bevezetett, hogyha megnézzük a Biblia első lapjait, hogy persze van Isten, igen, de amit Isten mond, az számotokra káros, attól szakadjatok el, mert Isten el akar nyomni benneteket, tudja, hogyha esztek a fáról, amit megtiltott nektek, akkor aztán olyanok lesztek, mint ő, akkor ki tudtok bontakozni, kiteljesedtek, rendkívül itt fogtok alkotni, stb. Stb. És tulajdonképpen ez a program nem cáfolja, nem tagadja az Isten létét, de ahogyan mondod, hogy a humanizmusnak mi volt a kibontakozása, hogy eleinte az Isten hittel nem fordított élesen szembe, csak ezt mellőzte, háttérbe szorította, és később pedig igyekezett a helyére lépni, és igazából a mai értelembe vett humanizmus valahogyan úgy gondolkodik, hogy mivel az ember a legfőbb érték, és az ember a mércéje mindennek, ezért nincs az ember fölött sem irányító, uralkodó lény, sem pedig nincs olyan erkölcsi törvény vagy szabály, ami az ember fölött van, tehát az ember maga a törvény, az ember maga a szabály, ami nekem jó, az a jó, ami nekem rossz, az a rossz. Még a régebbi humanisták hozzátették, hogy de az én szabadságom a másiknak a szabadságát nem korlátozhatja. Ma már én ezt se látom a 21. században, hanem egyszerűen akik ma humanistának tartják magukat, azok valójában egy embertelen programot próbálnak rá erőltetni az embertársaikra. Például egy kommunista típusú államberendezkedést és társadalmi berendezkedést, és egyáltalán nem érdekli őket, hogy ez kell az embereknek, vagy nem, és ezért mondanak olyanokat, hogy tulajdonképpen az emberek, a polgárok nagy része nincs abban a helyzetben, érettségi szinten, hogy felelősen, szabadon tudjon dönteni, ezért el kell dönteni helyettük, hogy mi a jó, és rájuk kell erőltetni. Hát én ezt az eredeti klasszikus humanizmussal is 180 fokban ellentétesnek látom, az Isten akaratával szembe pedig egyenesen botrányos. Ha ezt az újkori humanizmust nézzük, akkor a gyakorlati életben egy keresztény ember esetében lehet ennek nyomait megtalálni? Vannak olyan gyakorlati dolgok, hozzáállásban akár, amiben ez lelephellezhető? Feltétlenül. Tehát nem véletlenül hívja fel Pál apostol a figyelmet arra, hogy nem szabad a kor szellemet követnünk. Rómaiakhoz írt levél 12-es fejezet második verse foglalkozik ezzel legismertebben, de sok más helyen is. A Biblia érinti ezt a kérdést, hogy ne alkalmazkodjunk ahhoz a korhoz, korszakhoz, amelyben élünk, annak a szellemi hátteréhez ne idomuljunk, és az eszméit ne vegyük át, hanem úgy irányítsuk a lelkünket, az elménket, a belső intellektuális, illetve intuitív képességeinket, hogy Isten szellemére hangolódjon át, és az ő akaratát értse meg. Tehát minden keresztény minden korszakban egy szellemi csatában van benne, részben a korszellemek, gonosz szellemek, láthatatlan lények igénylik,
hogy az ő eszméiknek, terveiknek, akaratuknak alá vessük magunkat, a másik oldalon pedig ott van Isten, aki, ahogy mondtam, a legnagyobb humanista, és azért azt kéri, hogy az ő akaratát, tervét fogadjuk el, mert az embernek az lesz a legjobb, tehát Isten akarja és képviseli az ember számára a legjobbat. Ezért minden kereszténynek olyan befolyásokat kell, szabad megengednie magán, amelyek az Isten igéjének a tanulmányozására, az igének való engedelmességre igyekszenek megnyerni. És hát a kereszténységbe is rendszeresen már az első századtól kezdve beszivárogtak idegen eszmék, démonoknak a tanításai, és Pál apostol felhívja a figyelmet, hogy a kor, ahogyan halad előre, az idők haladnak előre, ez a jelenség egyre erőteljesebb lesz, és démonok tanításaira, gonosz szellemek ideológiáira fognak még a keresztények is figyelni, és ez tetten érhető az egyháznak számos irányzatában. Hát például a történelmi egyházak ma arra Ferenc pápára figyelnek, aki a szónak ebben az értelmében egy humanista ember, és ezért, mivel humanista megközelítést alkalmaz, ezért úgy gondolja, hogy nem kell a Bibliát, meg az abból származó, vagy azzal valamennyire összekapcsolható vallási tradíciókat, dogmákat annyira mereven venni, hanem olyan rugalmasan, életszerűen kell venni, és akkor ebből származnak olyan modern szlogenek, amiket már nem is csak vallásos emberek mondanak, hogy például Isten szereti a homoszexuálisokat, ezért az egyháznak is szeretnie kell és elfogadni, meg egyéb ilyen szlogenek, amiket hát a Biblia alapján elfogadhatatlanak tartunk, nem azért, mert Isten nem szereti az embert, de ez nem így működik, hogy Isten az embert úgy, ahogy van, önmagában szereti, hanem Isten úgy szereti a világot, hogy a fiát odaadta, vagyis az Isten szeretete abban nyilvánul meg, hogy a gyilkosok is, a homoszexuálisok is, a bankrablók is, a drogosok is, és mindenki más Jézushoz forduljon. Ebben az értelemben Isten mindenkit szeret, de ha valaki meg akar maradni a bűnében, és igényt tart az Isten szeretetére, na hát ez a humanizmus, amikor nem Isten áll a gondolkozásmódnak a középpontjában, hanem az ember áll a gondolkodás középpontjában. De ugyanez a humanizmus ismerhető fel a úgynevezett hiperkegyelem teológiában is, ahol emberek úgy gondolkodnak, hogy a Bibliából minden olyan kijelentés, ami kényelmetlen, azt nem kell komolyan venni, hanem csak azt kell komolyan venni, ami az egónkat hizlalja, és nekünk jól esik, mert Isten egyébként annyira jó fej, hogy lehet, hogy egy kicsit ijeszget, de aztán a végén úgysem fog Isten senkit megítélni, meg bántani, meg ilyesmi. Ezek humanista szemléletű eltorzításai az evangéliumnak, a bibliai kijelentésnek, sőt, annyira eltorzításai, hogy már szembe mennek vele. Úgyhogy nagyon, nagyon húsba vágó kérdés ez, hogy a bibliai humanizmus talaján állunk, vagy pedig a modern humanizmusnak, és azon belül is még csak nem is a régi klasszikus humanizmusnak, hanem a legújabb humanizmusnak a talaján állunk. Én ezt a legújabb humanizmust Luciferinek látom. Igen, van még több ilyen témakör itt a felvilágosodás kapcsán, amiről szeretném, ha beszélnénk, és a következő az a deizmussal kapcsolatos. Amikor így tanulmányoztam ezt a kérdéskört, nagyon feltűnt ez az eszmeiség, hogy Istent elfogadják, mint teremtőt, mint aki megteremtette a világot, az embert, de utána kivonult úgymond ebből az egészből, és onnantól kezdve mindenki a saját sorsának úgymond a kovácsa. Te mit gondolsz, hogy ez a deista világnézet, azért, ami Európára igencsak jellemző. A mai keresztényeknek hogyan hat mondjuk a szellemi életére? Tehát elképzelhető az, hogy valaki megtér, újjászületik, de emiatt a világnézet miatt esetleg nehézségekbe ütközik az imádkozás a szellemi élet területén? Feltétlenül, és ahogy szoktuk mondani, hogy minél átgondolatlanabb egy embernek a világnézete,
annál veszélyesebb hatást tud rá kifejteni, mert még csak ellenállni sem tud. Tehát ezért a keresztényeknek meg kell tanulni gondolkodó, értő a világról látással, bibliai látással rendelkező emberekké válni, és megújítani a gondolkodás módjukat, hogy például a világi humanizmus, modern humanizmus, azon belül a deista szemlélet ne tudja rájuk hatni. Egy deista ember, mivel nem alakult ki az a hite, hogy Isten beleszól az eseményekbe, nem Istentől fogja kérni, hogy támogassa, illetve legfeljebb az imája formális lesz, de nem lesz benne az a hit, amely tényleg várja az isteni beavatkozást, és cinikusak lesznek az ilyen keresztények. Lehet, hogy elmondanak imákat formálisan, hogy jelezzék, hogy ők ehhez a közösséghez, vagy eszme rendszerhez tartoznak, de valóságosan nem várják, hogy Isten beavatkozzon az életükbe, illetve az ilyen emberek szoktak nagy bajba kerülni, mikor valamilyen váratlan esemény történik, és akkor ilyen úgynevezett válságkezelő hittel próbálják az életüket rendbe rakni, de ez a válságkezelő hit, ez sokkal inkább félelem vagy pánik, nem pedig hit, hanem olyankor kétségbe esetten próbálnak kapaszkodni, hogy valaki segítsen, mindegy, hogy Isten vagy az ördög, de valaki segítsen, és ebből tragédiák szoktak lenni, mert ezek a válságkezelő hitek legtöbbször nem működnek. Néha igen, de legtöbbször nem. Tehát erre is hatással van. Meg egy másik érdekes hatását is megemlítenék, hogy például a deista befolyás abban is megnyilvánul, hogy nem szeretik sokan, hogy az Isten emberei beavatkozzanak az életükbe. Természetesen ezt nem önkényesen, öntörvényűen szoktuk tenni, de van helye a Biblia alapján a korrekciónak, tanácsadásnak, esetleg figyelmeztetésnek, bizonyos helyzetekben még fegyelmezésnek is. Ezt a Biblia olvasó emberek nem tagadhatják, nem cáfolhatják, de a deista gondolkodású emberek ezeket a részeket egyszerűen kihagyják, nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy például Pál apostol Korintoszban beavatkozott. Egyébként ott is látszik, hogy azonnal lázadás tört ki ez ellen, és sokan a korintoszi gyülekezetben nem akarták elfogadni, hogy van az apostolnak egy ilyen beavatkozási, korrekciós joga, mert ott van a gondolkodás hátterében, ha nincs is ez kimondva, hogy Istennek az volt a dolga, hogy egy csomó értéket létrehozzon egy Édent, és mi oda beszabadultunk, és utána már nem kell megkérdezni, hogy a tulajdonosnak mi tetszik, mi nem tetszik, hanem szabadon vághatjuk ki a fákat, nullhatjuk fel a földet, egymást gyilkolhatjuk, de Istennek ebben nincs beleszólása. Igaz, hogy mindent ő teremtett, de azon kívül fogja be a száját. Tehát sajnos keresztényeknek a magatartásában is ez látszik, hogy nem úgy állnak például a gyülekezethez, hogy annak a közösségnek a létrejötte, az egy rendkívüli érték, az nem magától lett, nem evolúció által fejlődött ki, hanem sok embernek a nagyon áldozatos szellemi és egyéb munkája van benne, és a közösséget védelmezni kell az antiszociális viselkedésektől, és a deista mentalitású emberek, még egyszer mondom, akkor is, ha ők nem tartják magukat deistának, vagy nem tudják, hogy ők deisták, nem fogadják el, hogy van például az egyháznak egy rendje, és a rendbontókat ezzel kell szembesíteni, és jobb belátásra bírni. Ilyenkor némelyek felháborodnak, ott hagyják a gyülekezetet, sőt, ellenségesekké válnak, és hatóságokhoz, sajtóhoz, stb. Fordulnak, vagy legalábbis az interneten rágalmaznak. Tehát emögött ez, pontosan ez a deista szemlélet van, hogy Isten csak az értékeket létrehozza, megteremti, de utána már nem szól bele abba, hogy az ember hogyan él. Ez nem igaz. Isten bele akar szólni, és azzal együtt, hogy
Jézus feltámadása és a második eljövetele közötti időszak egy kegyelmi idő, egy várakozási idő, ez nem szabad, hogy félrevezessen senkit. Tehát úgy is mondhatnám, hogy azért szemtelenek sokan, mert Isten már rég nem avatkozott be drasztikusan az események menetébe, de ha az özönvízre gondolunk, vagy a Szodoma Gomora pusztulására, és arra, amit Jézus mondott, hogy ez meg fog újra ismétlődni, az az arrogancia is meg fog jelenni a Földön, és Istennek az az ítélete is meg fog jelenni, akkor én azt tudnám mondani, üzenni azoknak a kedves hallgatóknak, akik hallgatják ezt az adást, hogy nagyon gondolják át, hogy a humanizmus, deizmus talaján próbálnak-e keresztények lenni, mert ez nem működött soha, és nem is fog működni soha, vagy pedig elfogadják Istennek a kijelentését az emberről, és a bibliai humanizmusnak a kősziklájára átállnak, és akkor teljesen más lesz a magánéletük is, meg a közösséghez való viszonyuk is. Igen, de nem is kell ilyen messzire mennünk, mint Noé vagy Szodoma és Gomora, hiszen a korai egyházban is volt olyan eset, amikor Isten beavatkozott egy gyülekezet életébe, most itt Ananiásra és Szafirára gondolok konkrétan. Igen, az a leghíresebb, de volt más, és így van. Na és akkor, ha kicsit, ahogy beszéltél erről, nagyon örülök, hogy ezt mondtad, mert bevallom, ez nekem nem jutott eszembe egy első körbe, de hogy a deista embereknek akkor problémájuk lehet akár az áldás átoknak a törvényszerűségeivel, a szellemi harccal, és nem, hogy számtalan lehet, van is ilyen dologgal. Tehát akár az úrvacsorára, ha gondolunk, és számtalan más dologra. Tehát ebből mindenképpen meg kell próbálni keresztényként kijönni, és leleplezni magunkban. A szemléletből fakad az, hogy Istentől a jó származik, azt elvesszük, és semmiféle számadással nem tartozunk a másik oldalon. Ha egy kicsit tovább lépünk itt a felvilágosodás, illetve a humanizmus tárgykörében, akkor egy nagyon fontos másik területre szeretnék átevezni. Az ész minden hatóságát hirdették ugye ebben a korszakban, és hát ez azóta is itt ragadt, főleg a magyar kultúrára eléggé jellemző talán az, hogy az ész centrikusság. Ezt te mennyire látod keresztény körökben problémának? Hát bizonyos keresztény irányzatokban, hogy is mondjam, szinte meghatározó a mai napig is, tehát a klasszikus protestantizmusra rendkívül erőteljes mértékben jellemző az a fajta racionalizmus, amely a 19. századra eljutott oda, hogy hát a Bibliát sem szabad szó szerint venni, mert a Biblia tele van úgynevezett mitológikus elemekkel, amelyeket hát nem kell szó szerint értelmezni, és akkor, ha nem szó szerint értelmezzük, akkor vajon ki vagy mi mondja meg, hogy azt hogy kell értelmezni, hát mi más, mint a ráció. Tehát, hogyha valamit racionálisan nem tudunk felfogni, mondjuk egy csodát, akkor mondjuk azt, hogy jó, persze, ez költészet, ez mitosz, de valójában nem az történt, amiről ott szó van. A legjobb esetben is elkezdik magyarázni, mondjuk, hogy a Vörös-tenger ketté válása az hát úgy történhetett, hogy olvastam ilyet, hogy abban az időben volt egyik görög szigeten egy vulkán kitörés, és felrobbant Santorini szigetének, lerobbant a fele, és ez olyan szökő hullámot indított el, hogy emiatt aztán hát ezt elkezdték magyarázni az emberek, hogy hogy van, mint van, és akkor hát erre lett aztán a magyarázat, hogy ketté vált a Vörös-tenger, meg egyéb ilyen hajmeresztő dolgokat, és mindezt ilyen áltudományos köntösbe öltöztetve próbálják előadni, hogy megmagyarázzák, hogy jó, azt a régi babonás ember csodának nevezte, de csak azért, mert nem értette, hogy ott valójában mi működött. Tehát, hogy valójában nem Isten avatkozik be ilyenkor, hanem hogy hát rengeteg csoda van, ugye sok van, mi csodálatos, az ember legcsodálatosabb. Tehát a csodát
ilyen hétköznapi értelemben kezdik érteni, és akkor viszont, na nézzük meg egy kicsit jobban, különösen a profétáknál, hogy olyan proféciák, amelyek a jövőt előre megmondják, na hát ilyen se létezik, hanem akkor kezdjük el megnézni, hogy nem is egy Ézsaiás van, hanem öt. A Dániel könyvét nem Dániel írta, hanem jóval később írták utólag a Dániel nevében, és így tovább, és így tovább, és akkor eljutunk oda, hogy tulajdonképpen a Biblia az már nem tekintély az ember számára, hanem az a tekintély, az a lelkész, az a teológus, az a tekintély, aki a Bibliát úgy magyarázza racionálisan, hogy hát akkor az ő elméjét, az ő tudását kell csodálni, és nem Istent. Tehát ez a szemlélet rendkívül erős a kereszténység számos irányzatában, és mondjuk a pünkösdi karizmatikus kereszténység áttérve, amelynek mi a követői vagy képviselői vagyunk, tudomásul kell venni, hogy ennek a mozgalomnak az első képviselői protestáns háttérből származtak többségükben. Tehát a pünkösdi karizmatikus kereszténység ugyan nagy hangsúlyt tesz arra, hogy a Szent Szellemet, a csodákat, a jeleket visszahelyezze az őket megillető helyre, mégis én úgy látom, hogy küzd egy nagyon erős, racionális beütéssel, és ezt nem minden irányzat, vagy nem minden gyülekezet tudja levetkőzni magáról, többet kellene ez ellen szellemi értelemben harcolni az egyháznak. És érdekes módon ez a fajta racionalizmus ugyanakkor a legtöbb helyen tanulás ellenes és értelem ellenes módon is megnyilvánul, mert egy rossz módon próbálnak a racionalizmus ellen harcolni, és ebből fakadnak azok a szlogenek, hogy az apostolok nem jártak teológiai iskolába, szemináriumba, hanem csak vették a Szent Szellemet. Ezek a racionalizmus elleni küzdelemnek jó szlogenei voltak kezdetben, de nagyon érdekes módon, pontosan a racionalista szellemi beágyazottság miatt úgy át tudnak ezek fordulni, hogy pünkösdi karizmatikus mozgalomban keresztények tömegei elkezdenek tanulás ellenes, oktatás ellenes, művelődés ellenes magatartást folytatni, és úgymond csak a Bibliát, csak a Szentírást olvasni, és ebből aztán olyan biblia értelmezések, biblia magyarázások származnak, hogy egy jó értelembe vett racionális embernek fennakad a szemöldöke, hogy ezt hogy képesek ilyen primitív módon összerakni. Igen, ugye érzékelhető egyébként ebben egyfajta ilyen szembenállás. Nem szokták mondani ilyen belterjes nyelven, hogy vannak a szuperszellemiek, és vannak a földhöz ragadtabb keresztények, akik nem akarnak szuperszellemiek lenni, de ők meg aztán a ló túlsó oldalára esnek át. De most az egyéni életünkben hogyan lehet ezt egészséges mederbe tartani, hogy se túl észcentrikusak ne legyünk, de nyilván ne is essünk át a másik oldalra? Hát arra kellene figyelni minden kereszténynek, amit Jézus tanított, hogy a Szent Szellem fog eljönni Jézus helyett egy másik pártfogóként, és ő fog tanítani, és minden igazságra elvezetni, és a Szent Szellem fogja az igét, az írást megeleveníteni és beírni a szívbe. Ez az egyik fele, a másik pedig, hogy Jézus ad apostolokat, profétákat, pásztorokat, evangelistákat, tanítókat a szentek tökéletes vitése céljából a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, stb. Tehát egyrészt a Szent Szellemmel és az Isten igéjével való minőségi kapcsolat, másrészt viszont az Isten felkent embereinek, küldötteinek, vezetőinek a befolyása, és erre a kettőre kellene odafigyelni, és tulajdonképpen a humanista, deista beütés áll a mögött, hogyha az emberek a Szent Szellemhez, az igéhez, illetve az Isten embereihez rosszul viszonyulnak. Tehát ezeket a rossz viszonyulásokat
lenne érdemes, vagy kellene felismerni magunkban, akkor is még egyszer mondom, hogyha konkrétan, ha az embert megkérdezik, hogy te deista vagy humanista vagy, akkor lehet, hogy azt se tudja, mi az, vagy azt mondja, hogy nem, de valójában, mivel a korszellem az, ezért, hogyha valaki nem harcolja meg ezt szellemi módon, akkor nagyon könnyen ez alá befolyás alá kerül, és ez ölt testet abban, hogy a Szent Szellemmel, Isten igéjével, illetve Isten embereivel való kapcsolata, illetve ezeknek az egyensúlya, harmóniája, az megbomlik és megsérül. És van itt még egy nagyon fontos témakör, ebben a órában szeretnénk ezt is egy picit vizsgálni, méghozzá azt, hogy Rousseau, ugye, aki a felvilágosodás nyomán sokaknak ismerős lehet, úgy vélekedett, hogy az emberi jellem születésénél fogva jó, bűnös elemeket a megromlott társadalom táplál az emberi lélekbe. Na most ugye ez visszaköszön a mai napig is. Nagyon sokan a bűnelkövetésre kifogásul a környezetet hibáztatják, a neveltetést, sokan azt mondják, hogy túl szegény háttérből származik az illető, azért követett el akár bűncselekményeket, de itt most nem is feltétlenül bűncselekményekre kell gondolni, úgy önmagában a bűnnek a fogalma, illetve az embernek a jósága, rosszasága lenne a következő téma. Mit mond a Biblia erről, hogy az ember eredendően jó? Igen. Eredendően a teremtésétől fogva jó az ember, de rögtön azt is tisztázza a Biblia, hogy ezt oda veszett, tehát ezt Ádám és Éva, ezt a jóságát elveszítette. A legpontosabb leírását a jelenségnek a Róma levél 7. fejezetében találjuk, amely arról beszél eléggé részletesen, hogy az emberben megmaradt a jóra való törekvés, mivel megmaradt benne az isteni lehelet, a szellem, és a lelkiismerete is többé-kevésbé él, működik, de a jónak a véghez vitelét, a kivitelezését azt nem találja meg, tehát nem tudja úgy megvalósítani a jó szándékait, hogy az tényleg a kimeneti oldalon is jónak bizonyuljon. Biztos vagyok benne, hogy minden kedves hallgatónknak az élet tapasztalatához hozzá tartozik, hogy jót akart, és rossz sikeredett belőle, tanácsot akart adni, és megsértett embereket, segíteni akart, és összeugrasztott embereket, és így tovább, és így tovább. Tehát a jónak a szándéka az nem azonos azzal, hogy az ember jó. A jó akarat az nem feltétlenül jelenti még a jónak a megvalósulását. Van is egy ilyen népi bölcsesség, hogy a pokolba vezető út az a jó szándékkal van kikövezve, tehát, hogy a jó szándék mellett az ember még nagyon gonoszszá is tud válni. Hogy azt nem mondjam, hogy a jónak a szubjektív értelmezése oda vezet, hogy Hitler is jót akart, Sztálin is jót akart, és ma is sok olyan ember van, aki bibliai mércével gonosznak kell, hogy mondjuk, de ha megkérdezzük, hogy ő gonosz-e, tiltakozni fog, és azt fogja mondani, hogy ő jót akar. Tehát az a probléma, hogy a jónak az értelmezése, és ezzel együtt a rossznak az értelmezése elszakadt az Istennek a személyétől és az ő definíciójától. Pontosan ez volt az eredendő bűn, hogy az ember szakított arról a fáról, amit úgy hívtak, hogy a jó és a rossz megismerésének, vagy szétválasztásának, vagy megkülönböztetésének a fája. Tehát amikor az ember nem a maga kezébe, vagy nem hagyta meg Isten kezében, hogy azt mondja, hogy a bizonyos dolgokra, hogy jó, másra, hogy rossz, pedig ezt Isten így szerette volna, hiszen ezért van egymás után 6-szor leírva a Teremtés könyve 1. fejezetében, hogy Isten mindent megvizsgált, és azt mondta, hogy jó. Tehát amikor Isten azt mondja valamire, hogy jó, akkor az jó. Ha Isten azt mondja, hogy rossz, az rossz. És ezt a döntési jogot nem adta át az embernek, ezért a jó és a gonosz tudásának, ismeretének a fájáról nem engedte, hogy szakítson. A kígyó pontosan erre akarta az embert megnyerni, és ebben sajnos sikeres is volt, és onnantól kezdve a jó és a rossz fogalmai össze vannak zavarva, és az ember akarja a jót, de már az is lehet, hogy már rossz, eleve rosszul definiálja a jót, de tegyük fel, hogy még a definíció az helyes, de már a kivitelezésnél nem a jó, hanem a rossz fog megvalósulni. Tehát Rousseau-nak ez a kijelentése, ez egy
úgy szokták mondani, ilyen utcai szöveggel, hogy öblös duma volt, tehát ezt ő mindenféle tapasztalati vagy egyéb alap nélkül egyszerűen kimondta. Én biztos vagyok benne, hogy ugyanaz a szellem szólalt meg rajta keresztül, ami a kígyóból is szólt, és Ádámot és Évát félrevezette. Tehát az, hogy így kimondani, akinek vannak gyerekei, azok tudják, hogy már egészen pici korban megjelenik a gyerekekben az önzés, az irigység, stb., amellett, hogy persze nagyon édesek, meg cukik, meg minden. Tehát egyszerűen nem támasztja alá az emberi tapasztalat, hogy az ember születésétől fogva jó, és emiatt az sem igaz, hogy a környezeti hatásokat, ha megváltoztatjuk, akkor az ember megváltozik. Holott ez olyan dogmává merevedett, hogy tulajdonképpen az egész migráns jelenséget, környezetvédelmet, tulajdonképpen az egész politikát, művészetet, közéletet, mindent totálisan átitatja, áthatja ez, és az emberek állandóan a külső körülményeket akarják megváltoztatni, azzal a naív vélekedéssel, hogy akkor az emberiség jobb lesz, és jobb életet fog élni, és ez egyszerűen nem igaz. Tehát rendkívül erős ez a szellem ma, nem csak Európában, hanem az egész világon. Ugye hazánkban is nagyon sok olyan cikket, véleményt lehet hallani, hogy a szegénység miatt lesz valaki rossz ember. Mit mond egyébként erről a Biblia, hogy az anyagi tehát hogy az anyagi életünk mennyire befolyásolja a mi úgymond erkölcsi életünket? Kétségtelen, hogy van kapcsolat az anyagi életszínvonal és az erkölcsiség között, de ez a kapcsolat ez nagyon összetett, nem olyan egyszerű, hogy a gazdagok a jók, a gazdagok a rosszak, a szegények a jók. Tulajdonképpen az embernek az anyagi javakhoz való hozzáférése, ha nem a deista szemléletből indulunk ki, hanem a bibliai szemléletből, ez összefüggésben áll alap esetben, kiindulásképpen az Istenhez való viszonyával. Tehát Isten az őt kedvelőket megáldja, anyagi javakban részesíti, a vele ellenségesektől pedig visszatartja az anyagi áldásokat. Erre, hogyha a szegények megalázkodással reagálnak, akkor elindulnak a felemelkedés útján. Ha a gazdagok a gazdagságukra gőgösen reagálnak, akkor elindulnak a megaláztatás útján. És ennek a folyamatai zajlanak a világban, nem mindig nagyon gyorsan, ezért például olyan bibliai részek, mint mondjuk a 37-es Zsoltár, azt magyarázza, fejtegeti, hogy nem szabad irigykedni, akkor, ha azt látjuk, hogy erkölcsileg nagyon is kifogásolható, sőt gonosz emberek, sikeresek fölemelkednek, mert meg kell várni az Istennek a beavatkozását, Isten előbb-utóbb rendbe teszi ezeket a kérdéseket, nem mindig két hét alatt, nem mindig látványosan rövid idő alatt, hanem előfordulhat, hogy az igaz embereknek hosszan kell tűrniük. Semmiféle forradalmi beavatkozásra, kommunista forradalomra és egyébre Isten nem ad ösztönzést az embereknek, tehát bízni kell abban az istenfélő embereknek, hogy ha ők a kapcsolatukat Istennel rendbe hozzák, akkor Isten őket is meg fogja áldani, fel fogja emelni, a más embereknek pedig az anyagi életébe az ő erkölcsi szellemi viszonyulásuk szerint Isten előbb vagy utóbb beavatkozik. Tehát a gazdagság és a szegénység alapvetően összefüggésben állnak Isten áldásával, átkával, de egy adott pillanatban egy emberről nem mindig mond el lényegi kérdéseket az, hogy gazdag-e vagy szegény, hanem azt kell nézni, hogy milyen folyamatban van. Lehet, hogy szegény, de a felemelkedés fázisában, lehet, hogy gazdag, de már a lesüllyedés leszálló ágában van benne, tehát ezek a kérdések rendkívül összetettek. Továbbá árnyalja a képet, hogy maga tartós
szegény állapot létre tud-e hozni az emberben negatív vagy pozitív változásokat. Ha megalázza magát, megalázkodik, kezdi keresni Istent, akkor a szegénysége áldásul szolgált neki, és az ilyen szegény ember, ha a szegény alázatos is, egyébként a héber kifejezés a kettőt összekapcsolja, tehát a pozitív értelembe vett szegény ember, az az alázatos, ezekre mondja Jézus, hogy boldogok a szellemi szegények, mert tövék a mennyek országa, ez pozitív, de egy szegény embernél, hogyha elszakad a cérna, akkor az irigykedés, a mások hibáztatása, a felelősséghárítás, a gyűlölet, sőt gyilkos indulatok is tudnak felszabadulni. Például napjainkban is minden nap szinte mutatják a híradások, hogy Egyesült Államokban hogyan tüntetnek, demonstrálnak a színesbőrű fekete emberek a fehér elnyomás ellen, hogy ez így van-e, hogy van, ebben most ne menjünk bele, tegyük fel, hogy tényleg ebben igazuk van, de nézzük tovább, hogy annyira felháborodnak azon, hogy mondjuk a George Floydra a rendőrök rátérdepeltek és megfulladt, hogy felháborodásukba az összes kirakatot betörik, a tévéket ellopják, mások autóit felgyújtják, tehát itt már akkor nem érti az ember, hogy az elnyomott emberből hogyan szabadulhat ki ekkora gonoszság, akkor ezek szerint nem a szegény ember a jó és a gazdag ember a rossz, hanem ez a kérdés rendkívül összetett és rendkívül árnyalt. Na és végezetül hagyd tegyem fel azt a kérdést, hogyha valaki most hallgatott bennünket, és ráeszmélt, hogy ő bizony bizonyos területeken deista módon gondolkodik, vagy humanista módon gondolkodik, szeretne ebből megváltozni, és a Biblia alapján gondolkodni ezekről a területekről is, akkor hol tudja elkezdeni ezt? Hát az Isten igéjét kell elfogadni, a szívbe beengedni, gondolkodni rajta, azt mondja az első Zsoltár, hogy az lesz a boldog ember, aki nem a gonoszok tanácsán jár, nem áll meg a bűnösök útján, csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, azon gondolkodik éjjel és nappal. Tehát nem beszél az első Zsoltár sikerkönyvekről, vagy olyan pirulákról, amit bekaphatunk, és egyből megváltoznak a dolgok, hanem elő kell venni a Bibliát, és ütköztetni kell a bibliai világnézetet, gondolatokat a mi gondolkodásunkkal, az ó embert, a régi énünket gyengíteni kell, az új embert felöltözni, a elménket megújítani, nem a korszellemnek megfelelően, hanem Isten szellemének megfelelően, oda kell szánni magunkat az igével, a Szent Szellemmel való közösségre, és tanítvánnyá válni, az Isten felkentjeire figyelni, az ő tanításaikat átvenni, és akkor ezek a dolgok fognak működni. Ha valaki fel akarja gyorsítani ezt a folyamatot, ajánlom a szellemi harcot, hogy kimondottan kimondja, esetleg minden nap az imájában, hogy megtagadom a humanista, ért világi humanista és deista gondolatokat, eszméket, számomra nem az ember a legfőbb érték, hanem Isten, az ige, a Szent Szellem, az evangélium a legfőbb érték, és Isten akarata legyen meg, ne az emberi akarat legyen meg, és ilyen módon ez nagyon fel tudja gyorsítani a belső változásokat, de senki ne legyen türelmetlen, ezek az eszmék nagyon mélyen be vannak ágyazva a társadalomba, és biztos vagyok benne, hogy nem lehet ebből egy imával, vagy egy döntéssel egyik percre a másikra kijönni, hanem az ember lehet, hogy már jó állapotban van, de még akkor is bizonyos pontokon tetten éri, akár a humanista, akár a deista gondolkodásmódot, és akkor tovább kell folytatni a harcot türelmesen és optimistán. Nagyon köszönjük. Világnézetek a Biblia tükrében, a humanizmus és a felvilágosodás eszméi felfelbukkanásáról beszélgettünk a kereszténységen belül. Vendégem volt Súrjányi Csaba, a hídgyülekezete lelkésze. Nagyon köszönjük, hogy beszélgethettünk erről a témáról. Köszönöm.